Itt vagyunk most a Percelmór utcában, és erre a lenti területen az Alkotmány utca, ezzel párhuzamos, és lent a Mikes utca, és a kettőt összekötő kis utca az Attila utca. Tehát itt a Mikes utcában a 36-os, 38-as házszám előtt lesz egy lezárás, és az Alkotmány utcában ott pedig van egy üres telek a 4-es házszámú, tehát a 2-es és 6-os házszámú ingatlanok között lesz a lezárás. Kozma Anikó, a Bonyhádi Önkormányzat műszaki osztályának vezetője, a csapadékvíz elvezetési munkák miatti útlezárásokat mutatja. Közel 230 millió forintból oldják meg Bonyhádon a nagy esőzések alkalmával évek óta gondot okozó lezúduló csapadékmennyiség elvezetését. December 4-én átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, és ezzel megkezdődött Bonyhádon a csapadékvíz elvezetés infrastruktúrális fejlesztésünk, melynek eredményeképpen a jövő héten kezdődnek a konkrét munkálatok itt az utcán. Tulajdonképpen a városnak a dél-keleti területe, ami egy elég nagy vízgyűjtő terület, ennek a csapadékvizét hivatott ez az új csapadékvízelvezető rendszer levinni egészen a Völcsékpatakig. A kivitelezés keretében egy zárt csapadékvízelvezető rendszer épül. Itt láthatjuk is az 1 méter átmérői csőelemeket, amelyek kerülnek beépítésre. Itt a Percel utcától kezdődik a vezetékrendszernek a lefektetése, és ez csatlakozik be egészen a Völcsékpatakig. Ott előtte van egy szakaszunk, ami egy meglévő csapadékvízelvezető rendszer nyíltárkos, az is felújításra fog kerülni. A munkák miatt félpályás lezárásokra, elterelésre számíthatnak majd az autósok. Február 4-től két héten keresztül lesz egy útlezárás, amikor is elkezdik a bontási munkálatokat. Az Alkotmány utcában bontanak föl egy rövid szakaszt, illetve a Mikes utcában egy rövid szakaszt. Ezek ilyen feltárási jellegűek, ahol megállapítják, hogy pontosan hol lesz a fenékszint, hol haladnak a közművek. Amikor ezzel elkészültek, utána vissza fogják ezt temetni, és tömörítik, zuzott köves terítést kap. Erre a kivitelezés további tervezése miatt van szükség. A Mikes utcában részleges útlezárás lesz, félpályás útlezárás lesz, amit a kivitelező kitábláz. Az Attila utca az ugyanúgy Zsák utca marad, és az Attila utcából az Alkotmány utca felé nem lehet majd behajtani. Az Alkotmány utca pedig Zsák utcává fog válni, és a Vasvári pár utca felől lehet majd csak bemenni. A kapubejárókat nem fogja érinteni ez a feltárás, tehát mindenki tudja használni a kapubejáróját, autóval kibe tudnak menni. És a kivitelező elmondása szerint ez egy 4-5 napos történet, de azért egy kéthetes időintervallumot adott meg, hogy az időjárás függvényébe tudják ütemezni a munkákat. Az önkormányzat honlapján az útlezárásokról minden információt megtalálni. Most pedig megyünk tovább, a föld felett követjük az 1 méter átmérőjű betoncsövek föld alatti útját. Így jutottunk el a Mikes utcába. Eddig fog zárt rendszerűen lejönni a csapadékvízelvezető rendszer, több mint 300 méter hosszban, és innen egy meglévő nyíltárkos csapadékvízelvezető rendszerünk van, ami pedig felújításra kerül, ez olyan 650 méter körüli hosszú. Ez egy minőségi változást fog hozni, hiszen a megváltozott klíma, éghajlat, valamint az építési szokások miatt, mivel egyre több burkolt felület van, hogyha hirtelen lezúduló eső van, akkor nagyon gyakran elöntötte a csapadékvíz a Dr. Kolta és Percel utca kereszteződésében lévő ingatlanokat, valamint itt lent az Attila utca alján Mikes utcában lévő ingatlanokat is, és ezzel a beruházással ez a megnövekedett csapadékmennyiség, amit ilyenkor lejön, nagyobb biztonsággal levezetésre kerül, mivel nagyobb keresztmetszetű csővezetékek lesznek beépítve. És nem állunk meg itt, hanem itt már gondolatban ugyan, de követjük tovább a vízútját. Hova vezet ez az árok? Ez egészen a Völcsékpatakig vezet, a 6-os út alatti átvezetést követően a Völcsékpatakba kerül. Illetve ezzel a beruházással egy záportározóba, ahol, hogyha túl magas a vízállás, akkor a záportározóba kerül a csapadékvíz, majd amikor csökken a Völcségi patak vízszintje, akkor kerül visszavizetésre az esővíz a patakba. A csapadékvíz rendezés keretében tehát a már meglévő sankoló vízgyűjtőt megnagyobbítják, amihez csatlakozik majd egy új záportározó. Ennek a kiviteli munkálatai folyamatban vannak. Ha a sankolótól megtelik, egy billenő műtárgy biztosítja majd, hogy a víz a csatlakozó záportározóba folyjon.